Hello! Nagyon nagy szeretettel köszöntölek titeket a Budapest Post YouTube csatornáján. Ez itt a 360 beszélgető műsorunk. Vendégem Illi és Gabiella. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, és, Ruben, a, El is köszönöm a meghívást. Ez az ismeretlenbe egy picit bele kostoltunk, újból, mert hogy mi először találkozunk személyesen. És amikor készültem az életedből, meg a pályádat így átnéztem, akkor engem nagyon megfogott az, hogy mindig az álmokban gondolkoztál. Ez, gyerekkorot óta így van? Hát szerintem azért alapvetően az a normális, hogy az az egészséges, vagy én azt mondom egészségesnek, hogyha az ember az álmai mentén éli az életét, úgyhogy az egy fontos dolog, hogy legyen egy vágy, hogy valamit szeretnénk csinálni, hogy valamit szeretnénk elérni, valamit szeretnénk felépíteni. Ez lehet személyes, családi vagy karrier szempontjából fontos célkitűzés, de azért kell az a drive, ami hagyja az embert, hogy az meg tudjon valósulni. Ha ma visszanéznél, vagy ha visszanéz a gyermek Illés Gabriella, a felnőtt Illés akkor büszke lenne rá, hogy na elértem, megálmodtam azt, amit akartam? Szerintem arra lenne büszke, hogy nem vesztette el a gyermeki hitét, hogy nem vesztette el a jó kedvét, hogy nem törte meg az élet. Azért a mai világ szerintem sok szempontból daráló. Én a média világából jövök, a szórakoztatóiparban dolgozom. Nyilván ez nem feltétlenül a legemberbarátabb tevékenység mindig, de nem tudom, hogy mi működik a csempegyárban, tehát gondolom a mai világban már ugyanott ott is megjelenik az a verkli, az, az a nagyon nagy nyomás, amiben élünk. Nem tudom, hogy mennyire vette észre, de én azt konstatáltam a pandémia előtt, hogy végül is gyakorlatilag teljesen mindegy az, hogy hajnal hatkor kor levelet, vagy éjszaka 2-kor, mert hogy alapvetően rögtön pittik a telefon, és már jönnek a válaszok a csempegyárban mert valaki még fent van, vagy valaki már fent. van. Igen ez egy felfokozott világ, amiben nagyon-nagyon sok stressz ér szerintem minket. Igyekszem én is így a nem szükséges stresszt, a plusz, plusz, dolgokat kiiktatni az életemből, de szerintem az a pici élés, Gabriella, arra lenne a legbüszkébb, hogy az a, az a, gyermeki rajongás a hitért, az álmokért, az ugyanúgy Mi megvan. A hit neked? Mit jelent? Mi az alapja? Hát hinni abban, hogy meg tudod csinálni, az egy nagyon fontos dolog szerintem. Ugye a vállalkozásomnak az alaptézisét építettem arra, hogy nagyon fontos a gyerekeket támogatni, a gyerekkorukban megkapják azt a támogatást, ami a meseterápiának a lényege, és ezért is csináltunk, csinálunk nagy műsorokat, amelyek meséket adnak a gyerekeknek, mert ez fontos a gyerekeknek is, egyrészt, másrészt meg azt hiszem, hogy fontos a magunk fajta felnőtteknek, meg a nálunk idősebb felnőtteknek is, hogy picikét lelassuljanak az úton, hogy picikét elrévedjenek, uh -huh. hogy újra tudjanak hinni, hogy ki tudjanak meg kell a tanítani a felnőtt embereket újból hinni? Szerintem... Vagy, is, s... vagy, csak emlékeztetni rá? Van, vannak szerintem sajnos emberek, akiket igen. Az egyik legnagyobb bók, vagy egyik legnagyobb visszajelzés szerintem a szakmai karrierem során egy nagyon nagy vállalatnak a vezérigazgatójától jött, aki ismeretlenül írt nekem egy levelet, és az álomutazó színdarabon volt a kislányával, ah. és mondta azt, hogy ő felismerte azt az apa karaktert, akit Stól András alakított ebben az előadásban, és hogy őt, őt, őt elgondolkodtatta ez az egész, és hogy az volt az új évi célkitűzése, miután megnézte a karácsonyi előadást, és szeretne picikét másképp állni a, a, a dolgaihoz. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, tehát itt például betalált, és remélhetőleg nem egy, hanem sok ilyen ember van, aki picikét lelassult és elgondolkodott azon, hogy hogy milyen csodák vannak, milyen értékek azok, amik a legfontosabbak. Azon felül, hogy nyilván az anyagi javakat keressük, hiszen az ad egy létbiztonságot számunkra, nyilván megvannak a magunk célkitűzései a munkánkban, a karrierünkben, a hivatásunkban, tehát ez mind fontos dolog nekem is fontos dolog, de azt gondolom, hogy ha van egy misszió, akkor az, az mondjuk nekünk, a cégünknek abszolút az, és az az arcpolitikánk, hogy a meseterápiában hinni kell, a családi élményekben hinni kell, ahol a gyerek és a felnőtt együtt szórakozik. És a meseterápia azért is fontos, mert bizonyított ugye, hogy ha egy gyerek sok mesét kap gyerekkorába, akkor az olyan panel lesz majd a felnőtt működésében, amikor ha valami nem úgy történik, mint ami a nagykönyvben meg van írva, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, akkor az egy útmutató, hogy túléljük azt, mert majd jön egy barát, hiszen jót tett helyében jót vár, Minden. hogyha majd elfáradsz az úton, akkor majd lesz egy segítőd, és a végén, ha hiszel az álmaidba, akkor azok ok valóra is tudnak váltni. Ezt a sokat kell tenni értük, ez nem Egy kérdés. álmokban gondolkozó ember mennyire magányos? Magányos? Hát nem mindenki egyrészt magányos, másrészt meg, meg nem magányos, ez így már rajtad is múlik, hogy mennyire tudsz magányos lenni, vagy mennyire hagyod, hogy befogadjanak emberek dolgokat. Én nagyon sok mindent csinálok, sok sok témában azt hiszem, hogy megtartom magamnak a problémáimat, vagy, uh -huh. vagy, vagy magányos, a vezetőség, az, hogy vezetsz valamit, az sokszor szerintem magányos dolog, hiszen nagyon sokszor egyedül kell döntést hoznod abban a te felelősséged van, meg az a te vállalásod, hogy döntesz, és akkor vagy, vagy jól, vagy rosszul, de valahogy haladnod kell. Az érdekel, hogy egy reál dolog ugye a döntés, ami tényeken alapul és az álom, ami ugye egy vízión, az a kettő, hogy hogy, fog, hogy tud összefüggni, hol van a balansz, az egyensúly, hogy egyszer ez kell, egyszer meg ebbe vagyok benne. Hát lehet, hogy ez, a, ez az átjárás egyébként is segíti az embert, vagy fitten hmm. tartja, vagy van az egyik, ami szükséges a másikhoz, és emiatt így van a dolognak szükséges, nem szeretem feladat, de elvégzendő feladat Igen. része, és van olyan, amiben az ember megfürdőzik, meg amiért csinálja, meg ami miatt megéri ezt csinálni. De egy döntéshozatalaimban azt gondolom, hogy alapvetően mindig, mindig, egy érzés az, ami vezet. És sokszor el szoktam mondani, hogy vannak olyan döntések, amik az embernek a fejében születnek meg, és az agyad az, ami vezérel. Vannak olyan döntések, amiben a szíved vezet, és a szíved mondja azt, hogy merre kéne menned. És én azt gondolom, hogy a legjobb döntés az az, ami a gyomrodban születik meg, mert hogyha nem forog tőle a gyomrod, hanem rándult tőle össze a gyomrod, akkor az azt jelenti, hogy te azt tudod viselni, tudsz vele azonosulni, nem rettensz meg a súlya mm -hmm. alatt, hanem, hanem tudsz menni tovább egyenesen, úgyhogy azért ilyen formán a döntéshozatal az, az nekem az érzelmekkel összefügg, csak ez a gyomortáj érzelem. Felelősség az... álmokat kreálni és azokat megvalósítani? Mivel nagy csapatban dolgozom, az mindig felelősség, hiszen emberekért vállalok felelősséget, olyan döntéseket hozok, amelyekbe embereket szólítok munkára, akik akkor ezzel foglalkoznak, akiknek ez onnantól kezdve ugyanolyan fontos, mint amilyen fontos nekem. Úgyhogy nyilván az egy felelősség. Az pont olyan, mint egy család alapítása, ahol felelősséget vállalsz azokért az emberekért, akik körülötted vannak. Volt, hogy kritizáltak azért, mert túl sokat álmodsz? mondjuk mint gyermekkorodban is, mondjuk a szakmádon belül, hogy túl nagy ambíciók, túl nagy álmok. Szerencsére gyerekkoromban nem volt, mert ha gyerekkoromban lett volna, akkor azt gondolom, hogy nem ülnénk itt és nem velem beszélgetni, mert akkor nem tudtam volna valóra váltani már az álmaim egy részét. Gyerekként megkaptam azt a támogatást, hogy igen, ha én valamit elképzelek, ha valamit szeretnék, és hogyha teszek is azért, akkor ez biztos sikerülni fog, és ez csak rajtam fog múlni. És én elhittem ezt a dolgot, hogy ez onnantól kezdve csak rajtam fog múlni a Nap TV riporter Ma hogyan gondolsz vissza erre a műsorra, erre a tehetségkutatóra, amiben elindultál? Hát, akkoriban az egy olyan tehetségkutató műsor volt a Magyar Televízióban, ami ugyanolyan népszerűségnek örvendett, mint mondjuk később a TV2 meg a Sztár című műsora. De ezt írd és mondd, amikor ott voltam és először játszottam, akkor Másnap mentem a 72-es Trolin, ahol egy néni szeretett volna leszállni, és akkor neki segítettem megnyomni a jelzőt, hogy a következő állomásnál majd kinyíljon az ajtó. És amikor így túl voltunk már ezen az egész folyamaton, akkor így visszajött. és ő mondta, Drágoságom, én magát láttam tegnap reggel a nap TV riporter vetélkedőjében Aztán. a Magyar Televízióban. És akkor mondtam, hogy jó, ja, igen, az én voltam. Úgyhogy ez ennyire volt akkoriban egy nagyon nézett műsor és nagyon ismert műsor. Úgyhogy nagy cidri volt, nagyon-nagyon izgultam, meg, meg akkor úgy sok minden el is kellett gondolkozni, hogy egyáltalán lesz -e nekem való ez a szakma, hogyha én... Ennyire... Voltak kétségeid? Hát azt akkor nem tudtam elképzelni, valaki be tud menni egy televízióba úgy dolgozni, hogy nincs gyomoridege, és nem izgul annyira, hanem ez egy napi szintű feladat lesz, hogy oké, okay, akkor bemegyünk, és ez a munkánk. Hanem akkor ezt úgy képzeltem el, hogy, hogy nekem az minden nap olyan volt, mint, mint mondjuk egy szalagavató bálon táncolni, vagy, vagy, egy évzárón egy verset mondani, vagy egy kazinci szépkiejtési versenyre menni, amelőtt izgatott vagy. De azt a részét még így nem láttam magam előtt, nagyon hirtelen egy nagy szervezet volt az, én abszolút null kilométeres voltam, olyannyira, hogy az első forgatás végén így jött velünk az operatőr, Ormos Tibor, és mondtam neki, hogy akkor most megcsináltuk az interjút, oké, okay, és akkor azt hiszem, hogy most vágóképeket kéne fölvenni, tehát, hogy ilyen, ilyen, ilyen szinten voltam teljesen kezdő, akkor voltam első éves az egyetemem. És, és hát persze, akkor az egy, az egy nagy stressz volt. Aztán teher alatt nő apám, a pálma, nyilván mindig, mindig, többet és többet bír az ember. Tehát nyilván már nem gyomorideggel megyek be dolgozni minden nap az irodába. Az, hogy kamera mögött inkább, mint kamera előtt, ez mikor fordult át? Akkor 2008-ban volt a televíziónak az a szabályzata kimond, vagy akkor döntse el az ember lánya, hogy a képernyő előtt, vagy a képernyő mögött szeretné megmutatni magát, és akkor nekem teljesen egyértelmű volt, hogy ha választani kell, akkor én a mögötti. Miért nem akarták összemosni a kettőt? Hát ez a Proziben Szatáncnak a nagyon struktúrált rendszere volt, és akkor nem volt erre lehetőség, hogy itt is, ott is teljesen más szabályok vonatkoztak a műsorvezetőkre. A televíziós hierarchiában alapvetően persze vannak olyan kultikus személyek, mint Friderikus Sándor, aki a saját műsorainak a producerei is, főszerkesztője is, és maga a showman is, aki képviselte az adott show műsort. De alapvetően kevés az ilyen személyiség, és független produceri cégeknél dolgoznak, független produkciós cégeknek a tulajdonosai, vezetői. Én akkor ugye a multiban dolgozó alkalmazott voltam, ahol viszont egy televíziós hierarchiában a műsorkészítő, a főszerkesztő, a producer, aki én voltam, mindig fölött állt a műsorvezetőknek, hiszen ő mondta meg a műsorvezetőknek, hogy mi a feladata és ott ebben a német strukturálásban nem volt ez a kettő összemosható. Ha már beszélünk a struktúrából, meg a hiával, egy multiban, akinek ennyi álmai, tervei, ambíciói vannak, gondolatai, hogyan tudott érvényesülni? Ütköztél akadályokban? Egy -egy folyamatosan, uh, folyamatosan, azt hiszem, hogy voltak jó akadályok, meg voltak uh, nehéz akadályok, ez nyilván attól is függött, hogy az éppen regnáló vezetés mennyire szerette azt, hogy az embernek ötletei vannak, és ambíciói volt, olyan vezetőség, aki nagyon szerette, és hagyta, hogy ez kibontakozza magát, mert látta benne az értéket, és azt látta benne, hogy hú, milyen jó, hiszen ettől még sikeresebbek leszünk, és akkor menjen. Ez a lány, aki gyakorlatilag vállalkozó volt már egy ilyen típusú multinacionális hierarchiába is, Ugyanakkor meg volt, amikor nyilván sok osztályjal kellett egyeztetni, sok igazgatósággal is volt, amikor sok akadályba ütközött az ember, ami nem azért volt, mert a kollégák gáncsolni vagy akadályozni szerették volna az ember munkáját, hanem más osztályoknak más volt a szempont. Amikor a Megastar uh -huh. producereként megtudtam, hogy egy napelem kollektorba kellett hirdetni egy elemet, amihez alapvetően kellett a naperem rendszer otthon, hogy használni lehessen, akkor nyilván, mivel egy fogyasztóbarát televíziós műsor szerettem volna készíteni, ahol fontos volt az, hogy minél jobban ösztönözzük az embereket arra, hogy a véleménynyilvánításokat fizetős SMS szavazás formájába elküldjék számunkra, akkor nyilván én kardoskodtam és harcoltam azért, hogy szerintem a nézőinknek, és ezt írdésmond volt 10 évvel, meg 15 évvel ezelőtt nem feltétlenül van otthon egy napelem rendszerünk, Igen. amiben egy panelt lehet nyeremni, lehet, hogy egy más nyeremény az érdekes lenne, ugyanakkor a kereskedelmi osztálynak rengeteg bevétele volt ebből az együttműködésből, úgyhogy itt nyilván az érdekek egymással szemben álltak. És akkor ezeket meg kellett vívni ezeket a csatákon. Az, hogy kiléptél a múltinak a hiájával és szabadon dolgozol, néztek rád szemmel, hogy te kilépsz és te egy egyéni útba lépsz rá, ami te vagy? Inkább akkor néztek rossz szemmel rá, vagy rosszabb szemmel bizonyos ö, tekintetben, amikor már megfogalmazódott az az álom, amit én szeretnék csinálni. Ez akkor a meseprojekt volt, ugye később ebből lett a játékkészítő és az álomutazó. És akkor én bementem a főnökömhöz, aki a programigazgató volt, és akkor elmondtam, hogy én ezzel szeretnék majd foglalkozni, én egy ilyen dolgot szeretnék majd csinálni akkor még a tévé nagyon nagy szerelem volt, és akkor úgy képzeltem el, hogy én majd fizetetlen szabadságra eljövök a tévéből, megcsinálom ezt a show műsort, és akkor visszamegyek dolgozni. Aztán persze a mentoraim már akkor mondták, hogy ez nyilván nem így fog működni, és nyilván soha többé nem fogok visszamenni, hanem akkor már lesz egy vállalkozásom, amiben én fogok tevékenykedni. De akkor én nem hosszú távra terveztem, hanem akkor az volt a fontos, hogy egy ilyen nagy mesét megcsináljak. Vállalkozásba gondolkoztál? Ebbe a projektbe gondolkoztam. csak Pro, projektbe gondolkoztam. És én. akkor az kiderült, hogy a projekthez kell egy vállalkozás, és így lett az első vállalkozás. De ugyanakkor az egy picit összeegyeztethetetlen volt, és nyilván ezt uh, teljesen reálisan, vagy sokkal reálisabban látom már, mint az akkori fejemmel, hogy na oké, okay, akkor el kell menni a vezérigazgatóhoz is, mert ez nem a programigazgató hatásköre, már el kell mondani. Akkor egyébként a tévé nagyon támogatta, és először mm -hmm. az volt a, a, a mondás, hogy ezt majd együtt fogjuk tudni csinálni, és ők támogatnak mindenben. Aztán azért menet közben kiderült, hogy azért ez mégiscsak elég visszás, hogy én, aki a televíziónál dolgozik, közben egy másik sapkával bemegyek a kereskedelmi osztályra, és arról beszélgettek, hogy milyen hirdetései lesznek majd annak a sóműsornak, amit én magánvállalkozóként fogok megvalósítani. Úgyhogy voltak érdekellentétek, voltak ütközések, de hát végül is ez teljes mértékben jól összecsengett azzal, hogy a televíziózásban szép lassan elfogytak az olyan műfajok, az olyan típusú kihívások, amit úgy volna a hátam. Úgyhogy megfogalmaztam akkor azt, hogy jó, akkor én ezt egy saját vállalkozásban a nap 24 órájában, napkeltétől napnyugtáig tulipán tündér szeretnék lenni és akkor lezártam azokat a futó dolgokat, amik éppen mentek, és már akkor fél éve meg volt a cég, amikor magam mögött hagytam a multi kötelékeit. Hogy talált meg az első produkciós, mint produceri felkérés? Hogy talált meg téged? Hát az én saját ötletem alapján, ugye én kezdtem el, ugyanúgy, hogy te ezt a tévéműsort elkezdted gondozni, és azt mondtad, hogy van egy ötleted, és szeretnéd megvalósítani. Nekem a televíziós karrieremben a nagy show műsorok voltak a kedvenceim, és azon gondolkoztam, hogy gyerekként gyerekszínész voltam, hogyan lehetne ezeket a dolgokat, amihez értek, vagy amiben már van tapasztalatom, azokkal a pozitív élményekkel, amiket az életutamat meghatározták ötvözni. És akkor gyerekként gyerekszínész voltam, egyébként a nagy szerettem a televíziós világban, a mesékben nagyon hiszek, és akkor így jött ez a dolog, hogy én egy olyan show szeretnék csinálni, ami kiállásában hasonló, mint egy koncert, mint egy ilyen nagy, grandiózus tévéműsor, de egyébként műfaját tekintve a színházhoz áll a legközelebb, hiszen egy dramatikus Igen. mű, és egy mesének a történetét meséli el, és akkor meg volt az üzleti gondolkodás is a fejemben, hogy nem szeretnék jogdíjakat, nem szeretnék liszenszeket vásárolni, hanem akkor nyújjunk vissza a magyar népmesékhez, mert azoknak nincs jogdíja, de mindenki ismeri őket, akkor azokat dolgozzuk fel. És így jött az első mesének a történet a játékkészítő, ahol a régi elfeledett mesehősök nagyon megunták már azt, hogy mindenki népszerűbb náluk, mert jönnek a különböző Lara Croftok, -ok, meg mindenki, akik befészkelik magukat a legnépszerűbb televíziós csatornákra, Igen. mert egy videójátékuk van, és a videójáték az a legnagyobb cool dolog a 21. században. És akkor kitalálják a mi mesehőseink, a régi elfeledett mesehősök, hogy ők is videójátékba szeretnének szerepelni, mert akkor majd újra fölkerülnek az uzsonnás dobozra, és akkor újra ott lesznek a hátizsákokon, és plusz bárány, meg plusz állat formájában majd őket viszik haza és emiatt indulnak el a játékkészítőhöz, aki minden évben egy castingot tart, és a castingon, aki a legjobban szerepel, abból készíti el a következő videójátékon. A sok tévés produkciós közül, amit ben részt vettél, melyik a szívedhez ami legközelebb áll, és miért? Hát mindenképpen a nagy élő televíziós show műsorok azok, amik a legközelebb állnak, mert annak a kiállását szerettem a legjobban, meg annak a dinamikáját, annak az energiáját, amikor 3-400 ember van ott, és mindenki azon tevékenykedik, hogy ez az, az egyszeri és megismételhetetlen produkció létrejöjjön. Emellett egyébként a másik nagy kedvencem a Propaganda volt, amit Tilla-Tillával készítettünk. Arra különösen büszke vagyok, mert ez egy közszolgálati műsor, ami kereskedelmi adón ment és annak ellenére, hogy közszolgálati műsorok hasonló típusú műsoraival voltunk versenyben különböző médiadíjakon, nyertünk kereskedelmi tévéként, és nagyon szerette a közönség ezt a műsort. Beváltotta a propaganda az álmaidat? Hát főként a Tilla álmait szerintem, hiszen ez a műsor az hát de te ő... de ő... mögé. Igen, akkor az a műsor már egyszer volt, és aztán tíz évig szünetelt, mire újra elővettük, és nekünk kellett pénzt keresni rá, ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni. Nem a televízió támogatta, hanem szponzorfinanszírozott műsor révén, szponzorok által valósult meg, akiket mi kerestünk meg. Úgyhogy ilyen formán igen, meg én nagyon szerettem, hogy van egy ilyen tartalmas műsor, ahol nem két percben, három percben, hanem hosszan lehet beszélgetni az emberekről. Tehetségkutatók! Ugye 2005 az első megosztály? 2008. 2008. A, az enyém 2008, a 2008, 2008, így van. Miben változott ma a tehetségkutatók és mivel van igény? Abban is látszik egy változás. Hát alapvetően a világ, a piac nagyon keresi az új televíziós tehetségkutató, zenei tehetségkutatónak a formáját. Lehet Ugye... még fokozni? Hát ez a kérdés, hogy hogy lehet, biztos lehet, csak valakinek ki kell találni valamit, mint ahogy a Kimi tudott is lehetett fokozni több tíz évvel később, és utána a Megasztárhoz képest is annyi fejlődés volt az ilyen műsorokban, hogy vakon kellett meghallgatni a zsűrinek az előadókat, vagy egy fal mögül kellett valakinek énekelni, és attól függően, hogy mennyi szavazatot kapott, ugye emelkedett fel a fal, vagy a zsűritagok nem csak zsűritagok, hanem mentorok is lettek a különböző formátumokban ki. Biztos van valami új. Pont egy amerikai producerrel beszélgettem, és ő mondta, hogy, hogy nagyon keresik, és hogy kéne rajta gondolkozni. Úgyhogy ha majd itt túl leszek a nyári feladataimon, lehet, hogy van. Ökrös Gergő kollégámmal beszéltük, a kis téli televíziós műsort készített, és később a televíziós társaság programigazgatója is volt a TV2 csoportnál. Én ja, majd összedugjuk a fejünket, és hát ha kitalálunk valamit, formátumfejlesztés az mindig egy nagyon izgalmas dolog. Miért van az, hogy több licenszet vásárolunk, és kevesebbet, ami saját, akár egy csatorna kitalált műsorban? Hát mert annak már vannak bejáratott modelljei, megvalósítás kapcsán is vannak számai. A programigazgatók sok esetben szívesebben nézik azt, hogy mi az, ami már bizonyított, még ha sok esetben nem is feltétlen releváns, mert a mi közönségünk azért azt gondolom, a magyar közönség, az egy speciális közönség. Sok minden nem működik, ami Amerikában működik, van, ami működik, és más országban nem. De nyilván az már egy nagyon jó hogy hogyha azt tudod mondani, hogy hú, de ez már 20 országba bemutatásra került, és 20 országban ennyi, meg annyi, meg amennyi nézőszámot ért el. Licenszek... Egyszerűbb a feladat a Hát bizonyos szempontból egyszerű, hiszen van egy, van egy séma már, van egy ö, segítség, hogy ezt hogyan, mint kell, milyen, mint egy recept, mint egy jól működő recept, amit nem te kísérletezel ki, hanem a szakácsfébe bemegnézed. megnézed. De azt gondolom, hogy ahogy egy jó receptnél is nézni kell azt, hogy a magyar embereknek milyen az ízlésviláguk, ugyanúgy azt hozzá kell tenni, hogy a magyar embereknél mi fog működni, és azt hozzá tenni, ezt a bele? Ez formáton függő. Az hmm. attól függ, hogy ki a tulajdonosa a formátumnak és vele hogyan lehet egyeztetni. Egy médiában dolgozó személy, mint, mint te, az önazonosságát hogy tudta megőrizni, és ezt védelmezni? Hát, hogy hogyan? Mert nem akartam alább hagyni, tehát nem akartam, hogy bedaráljon, nem akartam. Ugyanaz az őszinte, nyílt szívű lány szerettem volna végigmaradni, és hál' Istennek... Visszatérve a gyerekkora, elég erős alapokkal érkeztem ebbe a dologba, és nem, nem voltam korupálható, nem volt... Akartak rajtad változtatni? Sokszor, persze. Meg sok körülmény volt, amiben akár változhattam volna. Itt mindig az a kérdés szerintem, hogyha bármilyen... Tudod, mint amikor egy fiatal tínézser bekerül egy rossz társaságba, hogy ahhoz kell egy alap, hogy azt tud mondani valamire, hogy nem, vagy valamire azt, hogy igen, igen. ugyanígy itt is azt gondolom, hogy... Mikor tanultál, meg nem mondani? Én tudok nemet mondani, és inkább a jó feladatokra nem tudok nemet mondani. Uhum. Tehát azokra a dolgokra, amit nem érzek, amitől nem érzem jól magam, amitől azt érzem, hogy hú, ez nem az enyém, arra nagyon könnyen tudok nemet mondani. Őszintén tudok rá nemet mondani, ezért nem is szoktak haragudni rám az emberek, mert, meg, mert mellette van a, a, is. az őszinteség, és látható az, hogy az, az miért nem az enyém, és miért nem tudok vele azonosulni, vagy miért nincs az ideje az életemben, hogy azzal foglalkozzak. A jó feladatokra, meg amikor valaki segítséget kér, arra nem tudok nemet mondani, és akkor ez ilyen formán ö, nem mindig jó az én időháztartásomat tekintve, mert segítőkész vagyok, meg, meg nem hagyok embereket cserben, meg, meg, meg szeretek, szeretek segíteni. Úgyhogy ott ott még, ott még nem itt tanulni, egy kicsikét önzőbb legyek magamhoz. Aki folyton ad, az hogyan inspirálódik? Hogyan tudja azt, amit kiadott magából a műsor dolgok, amiket készítesz, de hogyan inspirálódsz? Hát az hatalmas nagy öröm, amikor ott vagy egy bokcsarnokba és 5000 ember oda van, és nagyon tetszik nekik az az élmény, amit látod. Az egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy lehetőséget tudsz biztosítani, akár ugyanezt a dolgot mondva, felhozva példának, annak, hogy, hogy színészek 5000 ember előtt tudjanak játszani, vagy egy nap 15 ezer ember előtt tudjanak játszani. Ritka az ilyen lehetőség. Amikor szokták megkérdezni, hogy és hogyan tudtad meggyőzni őt, meg őt, hogy nem kellett meggyőznöm, hát olyan lehetőséget kínáltam, és van egy olyan karizmám, amivel hihető, hogy ezt a lehetőséget én meg is fogom teremteni a valóságban, hogy, hogy hozzám szeretnek csatlakozni az emberek. Én ebben a dologban szerencsés vagyok. Meg nyilván hiteles is, hiszen az, amit kínáltam az elmúlt éveim hmm. folyamán, az, azokat mindig tudtam tartani de, de az egy nagy, nagy, visszajelzés persze, hogy örömet szerzem. Ekstatikus élmény, mikor több ezer ember figyeli azt, amit te megálmodtál, színpadba vittek a kollégáiddal együtt. Hát nyilván ez egy csapatmunka, és mindig azt láttam, hogy a csapat valósította meg, hiszen a csapat minden egyes tagja nagyon értékes, és mindenkinek a munkája nagyon-nagyon fontos. Ez, ez, ez vitathatatlan, és ez egy fontos dolog is. Én egy nagy csapatjátékos vagyok, annak ellenére, hogy nyilván vezetőként néha ki kell állni, és döntéseket kell hozni, meg előre kell lépni a csapat elé, de, de alapvetően a körben vagyok, és fogom a többiek kezét, és úgy, úgy állunk, és alkotunk egy egészet. Nem is így fogalmaznám meg, hanem, hanem maga az, hogy örömet szerzel, az, az, egy hatalmas nagy dolog. Én ajándékot is nagyon szeretek kapni, félreértés ne de adni az valami, az valami különlegesen fontos nekem, hogy úgy adjak ajándékot, hogy azt arra az emberek kitaláljam, hogy, hogy tudjam, hogy annak akkor vélhetőleg örülni fog, és gondoskodok róla, meg becsomagolom. És amikor látom azt akár gyereknek, akár felnőttnek, hogy ez az ajándék az betalált, és, és meghozta azt a az örömöt, amit én szerettem volna adni vele, akkor, akkor az egy nagyon nagy boldogság. Aztán még nagyobb boldogság, mint amikor én kapok. Volt olyan, amikor megkérdőjelezted saját magadat és a képességeidet? Nem, nem volt mindig ilyen határozottan tudtad vitele, kivitelezni a dolgokat? Mi, mindig meg volt a hitem, igen. A hitem az, az, az nem, 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 rendült meg soha, igen. Mit jelent számodva a siker? Most beszéltünk nyilván, amikor több ezer ember, de ugye amikor leülsz és végig gondolt, hogy na mit csináltam egy évben, akkor az hogyan foglalod össze? Ezt, ezt, ezt nem szoktam és így és hát gondolni. Ha sikerről beszélünk, akkor nyilván az a legnagyobb siker, hogy, hogy hogy itt vagyok ugyanazzal a szívvel, ugyanazzal a tekintettel, és maradtam 25 év média és szórakoztatóipar után. Tehát azt gondolom, hogy ez egy siker, igen, tehát hogy nem darált be a rendszer, nem törtem meg, nem fásultam meg, nem lettem hitehagyott, becsületes maradtam, őszinte maradtam. Tehát ezek sikerek. De maga az, hogy kitalálni dolgokat, megvalósítani, majd újakat kitalálni. Mm. Azt így nem szoktam így levülni, és akkor is számodást csinálni, hogy hú, akkor most... Inkább, inkább az álmaimat szoktam előre leírni. Van egy füzetem, ami nyilván már több füzetem volt, az van, de már valami betelt, de hogy inkább ott szoktam meghatározni azt, hogy akkor mit szeretnék elérni, mik, mik, azok a következő dolgok. Most, most szeretnék majd kevesebbet dolgozni, ez már egyszer megszületett ez a dolog az életemben, sőt már kétszer megszületett, de aztán Még a... Hát most a körülmények miatt, az eltörölt TAU támogatás, a kulturális szénának a támogatási rendszerének a megváltozása, illetve a pandémia az nyilván a gazdasági vállalkozásainkra, sőt a non-profit vállalkozásunkra sem volt mm -hmm. jó hatással mondhatni, hogy nagyon rossz hatásra volt. Milyen átalakulást okozott a pandémia vállalkozásokban? Hát teljes mértékben azt tudom neked mondani, Rubán, hogy ez mondjuk egy olyan állapot volt, amikor süllyedsz lefelé mondjuk egy medencébe, és akkor eljön az a pont, amikor eléred a medencének az alját, azokat a csempéket, ahonnan már lehet rugni magad, és akkor onnan kell újra fölmenni és levegőt venni. Úgyhogy most nagyon sokat kellett dolgozni, most ezért nem sikerült ezt betartani, mert sokkal kevesebb emberrel tudom ugyanazt a dolgot megcsinálni, uh -huh. hogy azokat a csapásokat, amiket ezek a pandémiás, covidos, eltörölt támogatásos rendszerek mértek ránk, azokat helyre tudjuk hozni. De most már hál' Istenek, nagyon a végén vagyunk, úgyhogy sikerült, le is kopogom. Hogy... <laughs> lelkesedésed, figyelem most, csak hogy annyival az, hogy a lelkesedésed, így is megmaradt. A nehéz helyzetekben. Ez, ez hát muszáj, hát a nehéz helyzeteken kell leginkább túl lenni. Nagyon sok ember ott veti magával a keresztet és ássa el magát. Tulipán, Tündér, Produkciós Ivada. Hogy született meg, az névöt és miért pont ez a név? Gyorsan született meg, mert 2013-ban, amikor megkaptam az Angel Investoromtól a támogatást, akkor az volt annak az előzménye, hogy volt egy befektető cég, akik abszolút gyakorlatilag mecenatúraként fogták fel ezt a dolgot, hmm. nem keresni szerettek volna vele, hanem az ő vezetőjük Albrecht Otto volt az, aki azt mondta, hogy segít valóra váltani az én álmomat, ha kirakok egy olyan üzleti modellt, amiben ő visszakapja azt a pénzt, amit neki cashflow be kell tenni ahhoz, hogy ez a vállalkozás elinduljon és akkoriban ugye nekem a televízióban volt egy költségem, egy költségkeretem, amiből nekem költségeim voltak, és volt mm. egy saving, amit esetleg, egy spórolás rajta, amit meg lehetett tartalékolni, azt nyilván megtartottuk és ezzel kellett elszámolnom a televízió felé, de nem kellett ugye megfinanszírozni ezt a dolgot alapvetően. Volt egy televíziós műsor, ahol ezt már elkezdtem gyakorolni a szponzorfinanszírozott műsorok tekintetében, ebben a műsorformában, de ö, ott sokat mentem ö, a, a produceri kis ö, tábláimmal, hogy akkor milyen bevételek, milyen kiadások, és hogy fog összeállni az a dolog. És amikor összeért az óló, és azt látták, hogy akkor ez egy sikeres vállalkozás tud lenni, akkor uh, hívtak, hogy akkor céget kell alapítani, és akkor holnap megyünk ide és ide, és akkor ebben és abban is segítenek, és akkor kéne egy név. És akkor mondtam, hogy hű, jó, akkor kellene egy név. Először úgy képzeltem el, hogy a tulipántündér az egy olyan tündérke, akinek valami tulipánformájú szoknyája van. akkor még így így gondolkoztam a logóba, meg abba, hogy akkor ez hogyan tud kinézni, hogy akkor fekete-fehérben is szép legyen, meg színesbe, De a tulipán az abszolút meghatározó volt, akkor már nagyon régóta, hiszen óvodás koromban az óvodai jelen volt a tulipán. És a tulipán a magyar népművészetben a nőiesség és a szenvedély szimbóluma. És én annyit kaptam a multinacionális világba abból, hogy a szenvedélyemből hagyjak a láb, és hogy nincs szükség ekkora nagy hévre ahhoz, hogy én ezt meg tudjam valósítani, ami az én feladatom. Hogy volt egy olyan eh, rosszul sikerült nagy televíziós megbeszélés, ami után elmentem egy tetoválószaramba, és azt kértem, hogy eh, láthatatlan tintával, de egy tulipánt szeretnék ide tetoválni. És ott van? Ugye ez megszületett, igen. Nagyon vicces Látom. volt. Mert... Egy nagyon nagy darab fiú, aki tele volt tetoválások feküdt a mellettem lévő ágyon, és akkor mondta, hogy te is azt szereted, hogyha varnak, ugye? És mondtam, hogy hülye, mondom, nem annyira, de mondom, oké. Okay. Ő az, 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 azt itt hogy azért akarok, hogy láthatatlan legyen. Én azért szerettem volna, hogy láthatatlan legyen, hogy csak az lássa, akinek én megmutatom. Hosszú éveken keresztül föl hívtam rá a figyelmet. Nem azért, mert nem voltam rá büszke, mert mindig büszke voltam, de inkább egy titkos jár volt, hogyha... Ami a tiéd. Ha, ha bármikor egy olyan megbeszélésen ülök, ha bármikor nekem valaki azt mondja, hogy nem kell ide annyi szenvedély, akkor csak nézek rá erre, és akkor juttassa el szembe, hogy mindent ennek a szenvedélynek köszönhetek. minden de mindent, de mindent. És uh, innen a tulipán. Miért pont Musical, és miért pont ez volt az első nagy belevágása a produkciós hivadárnak? Én nagyon hiszek a zenés műfajba, én nagyon hiszek uh -huh. a daloknak, a zenéknek az erejébe, uh, és hát a Musical az egy tökéletes forma arra, én iszonyatosan szeretem a west End, a Broadway nagy züzikeit, de nyilván a madács Színház, a Fővárosi Operett Színház darabjait is gyerekkorom óta látogatom. Úgyhogy ez valahogyan egyértelmű volt. Emlékszem arra, még talán az egyik első zenés színház élményem volt a, a rock színház, ami ugye ma már nem létezik, akkor a Nyugati térnél. A west End helyén egy sátor volt, ahol az Annak Kareninát ja. láttuk édesanyámmal mindig is nagyon kötöttem a zenés műfajhoz. Hát zenés műsorokban is dolgoztam, úgyhogy énekelni nem Vissza tudok, De, de így hallgatni szeretem. Az álomutazó kötlete hogyan született meg ott? Mi volt a koncepciód? A játékészítő után már elkezdtünk foglalkozni ezzel. Egyébként Radnai Márk, aki a játékkészítőbe dolgozott, ő volt az, aki nagyon szorgalmazta már ott a játékkészítő főpróba hetén, hogy na kezdjünk el, kezdjünk el ezzel foglalkozni. És nagyon sok minden volt, amit tanultunk a játékkészítőből. És ugye a csapatnak a nagy része jött velem tovább, illetve be kellett látni, hogy ennek a műfajnak, amit mi kitaláltunk, amit mi először csináltunk Magyarországon, annak milyen formája van, és kik azok a szereplők egy táblistán, milyen uh -huh. titulusok vannak, amik esetleg a játékészítőből talán még hiányoztak is, vagy másképp képzeltük el akkor a dolgot, és akkor így kerestem magam mellé embereket és jöttek a régiek közül, Gyuronics Tamás, a koreográfusa volt a játékkészítőnek, rendezőként, nagy, nagyon nagy szabású műsornak a rendezőjeként ebben debütált, illetve akkor volt az, amikor Herendi Gábor először felvettem a kapcsolatot, hogy az álmutazóba dolgozzunk együtt. Aztán az ilyen szegről végről összejött, mert a Gábor benne volt, meg segítette az utunkat, mint kreatív tanácsadó, és dolgoztunk együtt, de aztán végül is nem tudott végig velünk lenni, csak az előkészítésbe. És ezt sokszor kérdezték is tőlem, Szabó Győző, Stól András, hogy miért ragaszkodom én ennyire a Herendi Gáborhoz. És mondtam, hogy nekem valami dolgom van a Gábor, nem tudom elengedni, nekem valami feladatom van vele. És így is engedtük el egymást egyébként akkor, hogy én mondtam neki, hogy ő a valami Amerika előkészítésébe volt, és mondta, hogy, hogy nem lesz több ideje. És mondtam, hogy köszönöm szépen azt, amit eddig segített ebbe a dologba de hogy, hogy, biztos vagyok benne, hogy mi még valami nagy dolgot fogunk együtt csinálni, ami nem sokkal később meg is lett. Toxikóma. Igen. Amikor egy győző levakta eléd a könyvet, hogy ebből szeretne filmet csinálni, akkor milyen gondolatok futottak át rajtad, hogy ebből akkor hogyan lehetne megvalósítani azt az álmát, hogy ebből film legyen? Az első gondolatom az volt, hogy miért velem szeretné ezt megcsinálni, hiszen nem voltam akkor a szó klasszikus értelmébe véve filmproducer. Volt filmalkotás, a játékkészítő, Igen. ami be volt mutatva már országos, hálózat, országos mozi hálózatban, bemutatott alkotás volt, és emiatt volt kreditem filmproducerként, hogy pályázzak a filmintézethez. Ugyanakkor nem valósítottam még meg nulláról egy filmet, másrészt meg ami őrült világunkban sok mindent látott, tapasztalt az ember, de de én nem vagyok egy függő függőallakat, nem, nem vagyok az, aki, aki az addikcióval nagy barátságban van, és meg is rémültem egy kicsikét ettől a dologtól, hogy hozzám keveredett ez a könyv, a győzőnek a ragaszkodása révén, mert nagyon sok szálon a magánéletemben jelen volt a kábítószer, a függőség, és nem értettem, hogy ha, ha, én nem vagyok ebben a témában ennyire jártas, de a környezetemben, az életemben mindig megjelenik, akkor mi dolgom van nekem ezzel? És akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy pont az a dolgom, hogy foglalkozzak vele, és így tudom letenni ezt a keresztet. És amikor elolvastam a győzőkönyvét, akkor nagyon sok mindenre rájöttem, nagyon sok mindent megértettem magával a Mik függőséggel voltak azok kapcsolatban? A dolgok, amiket megértettél a függőséggel kapcsolatban? Hát, hogy ezt miért csinálják emberek, és hogy mi az a flash, amiben benne van. A forgatásban voltak megtört pillanatok, amikor. Nagyon sok. Sértetek? Sokat. <laughs> Ez nagyon kemény. Mennyire tabu téma különben a függőség, most mivel, mivel foglalkoztatok orvosi szempontból is, és mennyire akarja ezt a film megdönteni ezeket a tabukat, és hogy foglalkozzanak vele, és kezeljék ezeket a problémákat. Hát én... A függőségnek több területe van, tehát nem csak a drog. Igen, a függőségnek rengeteg arca van, és én bízom benne, hogy egy ismert embernek a történetén keresztül a kíváncsiság majd sok embert hajt a moziba, sok ember nézi meg ezt a filmet, vagy nézte már meg ezt a filmet, és uh, utána uh, elgondolkoznak kicsit azon, hogy, uh, hogy az ő környezetükben van-e valamilyen típusú függőség. Most nem feltétlen kábítószer függőség, hmm. hanem valamilyen más és uh, bízom benne, hogy ezáltal őszintébben, bátrabban fognak az emberek beszélni erről a témáról. Ez egy nagy missziója ennek a filmnek. Győzőnek is egy nagy missziója, és nekünk alkotóknak is. Ugye most lesz 8 éves az ivoda, a ivodád. Vissza tudná -e menni egy tévéhez úgy, hogy visszaállni a Multinak a rendszerbe? Nem. Soha nem mond, hogy soha, soha nem. Nem hogy soha, de a függetlenséget, azt megszeretted ebben. Szoktak érkezni olyan telefonhívások, mind Magyarországról, mint pedig külföldről, hogy van-e még az a pénz, az a lehetőség, van-e még az az ajánlat, így szokták megfogalmazni. Igen. Igen, kicsit finomabban, diszkrétebben, de nyilván az anyagiakra gondolnak legfőképpen, mert a pozícióban persze még van olyan pozíció, amit, amit ki lehetne próbálni egy ilyen multiba, de azért elég magas szintre. Sikerült menni, amikor ott dolgoztam, és soha nem is akartam programigazgató lenni, vagy vezérigazgató lenni. Volt, amikor így az élet elhúzta ezt a lehetőséget az orrom előtt, mint egy mézes madzagot, és akkor így el kellett gondolkozni rajta. Aztán mindig úgy, úgy is jött ki a lépés, hogy nem is. Volt ez igazából uh, reális, valós, uh, lélektani pont, csak inkább egy gondolat, ami uh -huh. aztán mindig valahogy másképp uh, alakult. Én mindig arról álmodoztam, hogy egy saját cégem lesz, ami, ami, amiben én majd tevékenykedem. Úgyhogy uh, soha nem mond, hogy soha, de azt hiszem, hogy én a múltikból, amikor kijöttem, akkor olyan voltam, mint egy táltos, akit kiengedtek a karámból. És én szeretek táltos lenni, és nem, nem, nem szeretnék egy olyan rendszerbe dolgozni, ahol nem feltétlenül én írom a szabályokat. Milyen terveid vannak az év végére nézve? Nagyon szeretnék pihenni. Igen? <laughs> Igen. Az idején az kevés, kevesebb volt a pihenés? Hát sok minden volt az elmúlt években, nem a pihenésről szól, de ez teljesen rendben van, meg az ember a mai világban, ha sok feladata van, akkor nem panaszkodik, hanem dicsekszik, úgyhogy ez mind jó volt de nekem most szükségem van arra, hogy kicsikét elmenjek, és egy pár napig nézem a kék tengert, amivel a kreativitás újra feltöltött. Hát a víz az mindig nagyon jó a kreativitásnak, meg a kék szín is. Úgyhogy most picikét fel kell töltődni ahhoz, hogy az újabb feladatokat, azokat teljes gőzzel lehessen csinálni. Új musical ötlet van a fejedben? Van. Reméljük egyszer látjuk. Várlak köszönöm majd szépen, Gabi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nektek megköszönöm az, hogy néztetek minket. Sziasztok!